Hát szeretettel köszöntelek benneteket az új főző műsorunkban, de most nem fogunk főzni, hanem itthon vagyok, tehát szabadságon vagyok, ezért most alkoholizálni fogunk, úgyhogy megtanítalak benneteket, hogyan csináljátok otthon pinyakoládát. Az alkoholizmus felé vezető út az igénytelenség, mint látjátok, kiszélesedtem, mint szar a pincébe, úgyhogy most ti jöttök. Na, akkor most ne főzzünk, hanem pinyakoládázunk. Alapanyagokra lesz szükségünk. Jó, beállítottam be. Na. Séker pohár helyett, mert az sajnos hazament. Marad a műanyag pohár, de ez majd később. Mixeres poharunkra lesz szükségünk. Ez azt hiszem, hogy 60, ez 30-as millis. Szükségünk van egy pohárra. Szükségünk van egy kókusz. Pardon. Egy kókusz mixre. Ami így néz ki, ez egy kókusz aroma, kókusz szirup, gluténmentes, körülbelül 3000 forintba kerül az interneten, beszerezhető a bármixer boltokba, házhoz is szállítják, ugyanúgy, mint ezt a likőrt, ez 17%-os alkoholtartalommal bír, ő így néz ki, semmi extra. Jó, ő egy kókusz likőr, 17%-os alkoholtartalommal, fehér rum, én most ezt választottam, de olyan rumot használsz, amit akarsz, csak fehér legyen, ő pedig 38%-os alkoholtartalommal bír. Szükségünk lesz egy tejzi színre, ami 30%-os, oké, és ananásza, ami 100%-osan facsar, de ha nem 100%-os, akkor az se gond, de azért ananász legyen. Ugye most csak az alapanyagok összeállításáról fogok nektek beszélni, és megmutatom, hogyan készítsd el, de ha csajnak készítjük, akkor ananászba kell elkészíteni. Azt majd decemberben, amikor hazajövök, majd akkor megmutatom. Na, kezdjük is el. 30%, hülye, vagyis csak 30 milli jégkocka, a séker pohárban egy. Kettő. És három. Innentől kezdve, miután a jegünk benne van a séker poharunkba, kinyitjuk a tejszínt, teszünk bele 30 milli. Ez mennyi? Ez 50? 500 ml, fél liter. Ah, mindegy, ez 30 ml, és én úgy tudom, ez pedig 60, de lehet, hogy nem jól tudom már így este 11 óra után, kicsit nehezen működik a dolog. Óksa, megvan a tejszín, jöhet a kókusz szirup, ami egy nagyon édes kókusz intenzív aromát fog biztosítani a pinyakó ládánkhoz. Következő a bors, ugye ez a kókusz likőr, elengedhetetlen, szuper, oh, nagyon jó, kókusz aromát ad neki. Ezt is belerakjuk, figyelj, oké, jöhet a rum. Elad. Megvan a rum. A következő alapanyag, ami elengedhetetlen, nem lehet helyettesíteni semmivel. Egy deci. Ananász. Új. És mivel hogy a séker poharam hazament, így nem marad más, mint a gyúrós pohár. Mixeljük! És tálalunk.
Ez így néz ki. Tejszínes pinyakkuláda. Ó, srácok. Kevés alkoholtartalom van benne. Mindjárt hozok bele. Megálltam a kamerát. Nem tudom, hogyan kell tálalni. A bocsi a kivitelezésért, de nem gondoltam volna, hogy videózni fogok. Ez is ugyanúgy a bármixer oldalakról. Van egy csomó fönt, a Google-be bementek, megnézhetitek. Házhoz viszik. Az fiát mi be se kell érte jönni, de ez általában itt van bent valahol Pesten. Na mi van veled? Na, valahogy így néz ki. Megtűzdeled. Ez az. És már mehet is a hab, a tejszín a tetején, a főrázástól gyönyörű szép színt ad neki. Hú, fehér. Hú, gyönyörű. Srácok, ki kell próbáljátok. A teljes alapanyag, teljes alapanyag az körül a 10.000 forintban rúg ki, de iszonyatos mennyiségű pinyakoládat tudsz előállítani. Az ananásza a legnehezebb, amit be tudsz szerezni. Most már a Tesco-ban árulják, de eddig nem volt, eddig a kínaiaktól szereztem be. Nem vicc, komolyan. Úgyhogy, ha nincsen ilyen bárpoharad, akkor körülbelül 30 ml töltsél mindegyikből. Én tejszínből 60 ml szoktam rakni, 3 ékocka. Összerázod, az tűz. Úgyhogy remélem tetszett a első műsor. Itthon vagyok szabadságon, úgyhogy pinyakoládára föl. Szervusztok!